A jövővi költségvetés az újraindítás költségvetése. Mint ahogy minden évben 2010 óta folyamatosan növeljük a családok támogatására fordított összeget, ez azt jelenti, hogy jövőre 2022-ben közel 2800 milliárd forintot kapnak a magyar családok. Ez az összeg két és félszer annyi, mint 2010-ben volt. És a mostani évhez képest 2021-hez képest 21%-os emelkedést jelent. Ebben benne van a családi adókedvezmény, 300 milliárd forint értékben benne van az otthonteremtési program, és jövő év január 1 a 25 év alatti fiatalok személy jövedelmadó mentességet élveznek a legalább négy gyermekes édesanyákhoz hasonlóan. Tehát, mint eddig minden évben 2010 óta, most is a családok lesznek a középpontban, 2022-ben is. Erről szól az újraindítás költségvetése.